100 kérdés Matolcsy Györgynek. Nekem azért ez már rémlik valahonnan. Tóbiás József a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok a tévénézőknek is! Egész pontosan a Fidesztől. Tehát egyszer, ugye 2 évvel ezelőtt, karácsony előtt, tehát ilyen december 22-én vagy 23-án, írásos választ igénylő, mindegy 100 kérdés fogalmazott meg a Fidesz. A legkülönbözőbb kérdések voltak ezek. Például, hogy miért nem szerepelnek Vas megye, emlékszem határozom, Vas megyei szentek a posta bélyegein. Most ezekkel azt lehetett elérni, hogy az egész apparátus tehát még szenteste is válaszolgatott. Most akkor ez önöknek sem volt jobb ötletük, mint hogy 100 írásbeli választ igénylő kérdést tegyenek fel? Nem akarnék párhuzamot vonni, vagy vitatkozni az ön által felvetett párhuzamon, inkább úgy fogalmaznék, hogy mindaz a gazdasági szabadságharc, amelyet Orbán Matolcsy páros meghirdetett Magyarországon, az világosan látszik, hogy ennek a szabadságharcnak rengeteg társadalmi áldozata van. Mindaz az ígéret, amit ők megfogalmaztak, ezen szabadságharc mentén, erről kiderült, hogy se nem a gazdasági növekedés nem indul be Magyarországon, nincs 4%-os gazdasági növekedés, nem bővülnek a munkahelyek, a megszorítás hátát éri, bár tudom, hogy nyelvészeti szempontból kitalálunk új fogalmakat a megszorítás fogalmára, átszervezésre, megújításra, ettől még a lakosság megszorításként él meg minden olyan döntést, amely a kormány az elmúlt egy évben, vagy amár már látható a költségvetésben megkíván hozni. Ebből adódóan teljesen természetes, hogy szembesíteni kell a kormányt az ígéreteivel, és megkérdezni, hogy például a közoktatásból kivonni kívánt 300 milliárd forint helyett megépülő debreceni stadionra hogy van 10 milliárd forint. Na, hogyha mindenre tudják a választ, hogy igen, megnyomorítják, elveszik, a drágább lesz, a rosszul jár, akkor mit leveleznek? Hát mindenre tudják már a választ, most elmondta a válaszokat is. Nem azt mondtam, én megkérdezem, hogy miért ez van, tehát szeretnék választ kapni arra, hogyha kivonnak valahonnan ennyi pénzt, és közben jut a debreceni stadionra, akkor miért nem jut az a közoktatásra? Hát ez csak egy kérdés, hogy miért a debreceni stadionra költenek. Akkor itt fölteszek meg néhányat. Például, ha most megnézi az interneten mondjuk a kormányzati kapun, hogy az eszközkezelő rendszerhez hogyan, milyen feltételekkel lehet hozzájutni, vagy a holnapi napon bemegy bármilyen pénzintézetbe, és megkérdezi, hogy ön szeretne az eszközkezelő devizahitel programhoz kapcsolódni, akkor mindenki olyan ártatlanul néz majd önre, mint hogy ön néz rám. Pedig ugye a parlamentben más se teszünk, csak erről beszélünk, és a kormány fennen hirdeti, hogy mennyi mindennel segítette a devizahiteleseket, és én tegnap egy lakossági fórumon más sem hallgattam, mint azt, hogy emberek tucatjai mennek be és kérdezik, hogy ők már túl vannak mindenen. Tehát már 90 napon túllévő köztartozása van, szeretne az eszközkezelőbe bejutni, szeretné, hogyha segítséget kapna az államtól, és nincs senki az állam részéről, aki elmondja neki, hogy mit is kell neki tennie. Erre kérdezünk rá többek között. Vagy tehát akkor például azt kérdezik, hogy a gyakorlatban mikor indul el, tehát, és hogyan az eszközkezelő. Így van, így van. Vagy például mi lesz az önkormányzatok adóssága? Mondom a válaszokat. A kormány rövidesen megtárgyalja ennek a részletes forgatókönyvét és menetrendjét, és tájékoztatja a kedves lakosságot. Ez lesz a válasz. De ez egy jó válasz, csak az a baj, hogy ezen már túl vagyunk, mert az országgyűlésben más sem tesznek minden egyes ilyen napirendnél, minden egyes ilyen interpelláció, hanem hogy elmondják, hogy működik minden, amit ők megígértek, és ehhez képest azt szeretnénk rá, arra szeretnénk rá döbbenteni. Dátum, óra, perc. Nem, dátum, óra, perc, meg tudja, úgy van, hogy ha szóban kell, akkor ugye tudjuk, hogy a miniszterelnök úr elmondta, hogy nem a szavaira kell figyelni, hanem tetteire. Hát egy papír már csak kivírja azt, hogy akkor, ha leírja, hogy dátum, óra, perc, mikor van, akkor azt mondjuk, köszönjük szépen, akkor tudom tájékoztatni én a hozzánk forduló állampolgárokat, hogy kedves, tisztelt állampolgárok, legyenek szívesek várni dátum, óra, perci, mert akkor fog elindulni. De ne legyünk úgymond cinikusak. Hát mindannyian tudjuk, hogy nem működik, tehát nem tette meg. De rá kell őket kényszeríteni, magát a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy ő maga írja le, akárha ezt is, ha ezt írja le, biztos, ez akkor... Szerintem meg azt is le fogják írni, hogy egyébként is nincs jogalapja a szocialista pártnak ilyet kérdezgetni, mert hogy a szocialista párt ideje alatt sodrottak az emberek a devizahitelekbe, mert ez mindig szerepel az ilyen típusú közleményekben. Teljesen egyetértek, ezek mindig szerepelnek, csak akkor itt is hadd mondjam el önnek, hogy ha 2010 áprilisában 176 forint a svájci frank, Magyarország kockázati felárat, tehát ami a biztonságosságot vagy a kockázati tényezőt illeti a gazdaság szempontjából a 174 bázispont,
majd 2011. októberében 230 forint van a svájci frank, és 547% vagy bázisponton áll a kockázati tényezőnk, tehát magyarán majdnem 4,5%-kal többet fizetünk minden hitel után, akkor szeretném megkérdezni, hogy ez a 8 év? Nem, ez a jelenlegi euróválság, amitől mi el fogunk rugaszkodni. Ez egy nagyon jó beszélgetés, akár Matolcsi miniszterről is folytathatnánk, akkor válaszolok, hogyha euróválság, akkor az hogyan létezik, hogy a visegrádi négyek, amelyek ugye gazdaságilag bizonyos értelemben Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország közel azonos úgymond gazdasági potenciállal rendelkezik most az arányokkal együtt, tehát hogy a 30 őket milliós... miért nem sújtja így az euróválság? Miért van az, hogy az euróválság a visegrádi négyekből a visegrádi hármokat nem, konkrétan csak a magyar gazdaság. Ja, erre is van válasz. Hogy ne lenne válasz? Nagyon jó ez a beszélgetés. Ugye? Na, én tehát biztos nem tud így Matolcsi Györgyel beszélgetni, most én vagyok Matolcsi György, igen, a deregója. A Csépavai Zoltán szóval szoktam. Azért nem érinti őket így, ilyen szinten az euróválság, mint ahogy fenyegeti Magyarországot, de majd a kormányunk ebből jól kihúzza és elrugaszkodik ettől, mert hogy a visegrádi négyeknek nem volt Gyurcsány Ferencük. Tehát ott nem volt az elmúlt 8 év, amikor is tönkretették a gazdaságot. Ők akkor is növekedtek. Igen, ezzel áll szemben az egyszerű állítás, amit az elején mondtam, az euró, a svájci frank árfolyam és az ország kockázati felár. Tehát nem tudok más mondani. Jó, de azt megelőzte akkor 7 év, igen, illetve de... nem, az 8 év előzte meg. Az lehet, csak tudja, az úgy van, hogy beszélhetünk a 8 évről, csak van egy átadás, átvétel, amikor akkor egy mérleg keletkezik az elmúlt 8 évről, és itt az áll éppen, hogy Magyarország gazdasági teljesítményét a válságkezelésben Európa elismerte, amit maga a miniszterelnök is elismert, mert élénken büszkélkedett vele nyugaton, hogy ez milyen sikeres volt, csak itthon nem meri azt mondani, hogy köszönöm szépen azért, hogy nem vállaltuk el az előrehozott választásokat, és megoldották ezt a problémát, de az az igazság, hogy szerintem ezen a pályán nem nekünk kell, nem nincs miről beszélgetni. Na, én mentem az országot, országmentek, úgyhogy lépjünk tovább a második kérdésre. Mentsük az országot, így van. Hát akkor... Tehát, hogy válaszolok, mondja a második kérdés. Ja, a második kérdés. Például hogyan és miképpen fogja kezelni a Nemzetgazdasági Minisztérium az önkormányzatok adósságállományát? Hú, racionalizáljuk végre. Először is az elmúlt 8 évben rengeteg pénzt kivontak az önkormányzati rendszerből, megjegyzem, ez igaz. De ez nem igaz, az a baj. De nagyon sok pénzt kivontak, az önkormányzatok rossz helyzetben vannak? Igen. Nagyon nagy az adósságállomány? Igen. Hozzá kell nyúlnunk itt is, végre helyre kell hoznunk azt, amit az elmúlt 8 évben tönkretettek, racionalizáljuk, az intézményektől megszabadítjuk őket, majd mi racionálisan működtetjük, és kevesebb feladatot kapnak, mert eddig több feladatot kaptak, mint amennyi pénzt. Bilányos. Ezt is megoldjuk. Természetes. Az a helyzet, hogy a tisztelt miniszter úr, hogy az elmúlt 8 évben egyetlen egyszer nem hallottam, hogy Pest megyében egyetlen egy közoktatási intézményben is kikapcsolták volna a gázt. Miniszter úr, egyszer nem hallottam az elmúlt 20 évben, hogy egy állami intézményben gyermekek nem kapnak enni, gyermekeknek nem lehet meleg vízben fürdeni. Pedig az elmúlt 8 évben az a bűnös baloldali kormány volt, amelyek hát fránya módon megoldották azt. Akkor csökkentették a támogatást, ez görgette maga előtt az önkormányzat, és most ért el oda, hogy már nincsen meleg vízre, villanyra, kajára pénz. Hát elnézést kérek, ez nem igaz így. De. Ez nem igaz így. Hát ez tételesen nem igaz. Pontosan tételesen azért, csökkentették a Pest megyei önkormányzat támogatását is. A Pest megye, minden megye, tehát minden megye, ott van Sós Tamás, az utolsó ugye a szocialista megyei közgyűlés elnök, aki 2006 és 2010 között dolgozott, mint megyei közgyűlési vezető. Azt kell mondjam önnek, meg kell nézni a megye gazdálkodását. 2006 és 2010 között a megyei közgyűlés azt megelőző 4 évben is elvégezte azokat a racionalizálásokat, amelyek szükségesek azok, hogy az intézmény összevonásaival, a párhuzamosságok feloldásával képes legyen hatékony gazdálkodásra. De ez Pest megye, tudja hány intézménye van Pest megyének? Igen, csak tudja. A legnagyobb. Ez ebben igaza van, az a legnagyobb, 1,4 millió ember lakja ezt a megyét. Azt kell a kérdést viszont meg kell akarni, hogy az önök polgármesterei, akik nem merték elvégezni a települési szinten azokat a racionalizálásokat, amelyek segítették volna az észszerű gazdálkodást, hanem politikai konfliktusok vállalása nélkül, meg társadalmi konfliktusok vállalása nélkül egyszerűen áthelyezték a megyébe ezeket a intézményeket, mondván, hogy majd akkor gondozd te, csak nekem ne legyen vele problémám. Hát persze 2006-ban, ha jól emlékszem, akkor a őszi önkormányzati választásokon 7 megyei jogú város leszámítva és néhány tucat középvárosi
polgármestert leszámítva, önök vezették ezt a önkormányzati világot. Ez így igaz, de ettől függetlenül az állami normatívát meg nem mi osztottuk, hanem az elmúlt 8 évben a szocialista kormány. Ez pontosan így van, a szocialista kormány, és ha jól emlékszem, a 2012-es költségvetésben egy forinttal nem emeli meg egyetlen egy normatívát a jelenlegi kormányzat. Igen, mert nekünk az államadósságot kell csökkentenünk, amelyet önök vészesen elegettek. Amely államadósságot 2006 és 2010 között körülbelül ötszörösére emelte az önkormányzati szféra az elmúlt 4 évben, ahol a Fidesz vezetés volt. Köszönöm szépen. Mert ugye kevesebb pénzt kaptak, ezért aztán muszáj volt hitelből fenntartani magukat, a működési költségüket fedezték ebből. Na minden esetre én már erre nem érek rá, mert országmentek. 2 kérdését megválaszoltam, hogy már csak 98 marad, azt meg majd Matolcsi György fogja megválaszolni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm.